Maria Avila egyedül neveli a három gyermekét, és teljes időben dolgozik telemarketingesként. Aggódtam a gyerekeimért. Amikor három gyereke van az embernek, akkor fizetni kell az óvodát. De ha fizetném az óvodát, akkor nem lenne pénzem az autóm költségeire. Ez nehéz volt. Maria soha nem tanulta meg, hogyan ossza be a pénzét. Úgy voltam vele, hogy mi az a 40-50 dollár, a semmi. Hamarosan a költekezései adósságba vitték. Először a családtól és barátoktól kért kölcsön, hogy fedezze a megélhetését. Aztán kis összeget hitelező cégekhez fordult, akik 25%-os kamatot kértek. Végül egy további hitelt kellett felvennie még magasabb kamattal, mielőtt az előzőt kifizette volna. Akkor jött rá, hogy bajban van, amikor nem volt pénze, hogy a gyermekeinek enni adjon. Egy helyi hajléktalan szállóról kellett ételt szereznem. Sírtam, és mondtam is, hogy sajnálom, sajnálom, balek vagyok. Mariát a pénzügyi kudarca miatti bűntudata fordította Istenhez. Elmondtam Istennek, hogy ő miatt a jó ember vagyok, és tudom, korábban követtem el hibákat, s ha én nem is érdemlem a segítséget, de a gyerekeim mindenképp. Visszament a gyülekezetbe és újra elkötelezte magát Istennek, a 700-as klubadását is nézte, ahonnan megtanult egy elvet, ami megváltoztatta az életét. Az ige, amiről beszéltek, a Malakiás 3:10 volt, ahol Isten mondja, hozzátok be a tizedet mind a tárházamba, és ezzel próbáljatok meg engem, ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. Mondtam, ez jól hangzik. Rendben, uram, akkor szabadon foglak. Maria elkezdett tizedet fizetni és adakozni. Úgy éreztem, hogy a Szentlélek arra vezet, hogy legyek a CBN média partnere. Azt is megtanulta, hogyan ossza be a pénzét. Elkezdett megküzdeni a 6000 dolláros adósságával, és hamarosan új bónuszokat és jutalmakat kapott a munkahelyén. Tavaly mintegy 13000 dollárral többet kerestem, mint az előző évben. Csak Istennek tudom tulajdonítani. 3 éven belül Maria megszabadult minden adósságától, és idén valóra vált egy régi álma. Mivel elkezdtem tizedet fizetni és adakozni a CBN-nek, meg tudtuk venni az első házunkat. Ez volt a legnagyobb álmom. Ha egy kis magot adunk az Úrnak, rábízzuk, a mag helyett kertet fog nekünk visszaadni. Higgyenek nekem, élő bizonyíték vagyok erre.